Hát ennek nagyon összehasonlítási alapunk nincsen, hiszen soha nem játszottak még egymás ellen. Hát most nem puhának kell lenni, hanem keménynek, Hupay puhának, bár nem biztos, hogy a keménységet a darts tábla látványa fogja okozni. Első számú, tehát ranglista első Új-Zélandban Hupay Puha 2017 óta tagja a PDC-nek, Mickey Mansell pedig 2010 óta vesz részt PDC versenyeken. Neki egyébként pályafutása során már volt két darab 9 nyilasa 2017-ben, sőt 2020-ban is Barnsley-ban sikerült egy tökéletes leget produkálnia. Ja, igen, közben kaptam, én is olvastam róla, és Puháról kell tudni, hogy ugye a csapat világbajnokság, amikor volt ugye novemberben, ugye őt részt vett a csapatvilágbajnokságon, és nem utazott haza, nem utazott vissza Zélandra, hanem itt maradt, Angliába maradt, Angliába utazott, és másfél hónapot lenyomott Angliába, és nem tudott mivel foglalkozni igazából, úgyhogy egyetlen egy dologgal csak, tehát szétgyakorolta magát. Reméljük, ez látszani is fog. Mickey Mansellt meg hát igazából mondjuk a dartsot kedvelő Puhát is ismerik, de Mickey Mansell az ismertebb játékos, viszont az is biztos, hogy nem ezek a selejtezők, nem az ő selejtezők, első körök nem az ő világa, mert mostanában azért sokszor elbukott, sőt még büntetést is kapott érte, mert meg gyanúsították azzal, hogy egy kicsit visszaért ezzel a dologgal, ugye ott játszhat, szerintem, úgyhogy ezért én jó játékot várok tőle, hogy most bebizonyítsa, hogy ez másképp van. Mert hát azért kétszer véletlenül nem dob senki 9-10-ast. Egy százassal kezdi a meccset és a leget Mansell. Hátsó pályán rögtön, igen. Jobb. De egyébként épp nézegetem, már most jönnek szép számmal a vélemények azzal kapcsolatban, hogy ki lesz majd a végső világbajnok, és hát egyelőre azt lehet leszűrni, hogy abszolút nincs favorit, tehát nagyon nagy a szórás e tekintetben. Néhány játékos között oszlanak meg itt a vélemények, de azt nem lehet mondani, hogy vagy Fangervel lenne a favorit, vagy Peter Wright, vagy akár Price. 59. Tehát különböző játékosokra jönnek a voksok, de majd meglátjuk a végén, milyen arányt mutat ez a játék. De már John Hendersonra is tippeltek. Sőt, Limre is. Igen, meg Fulksra, ugye a japánra, aki... Meg hogy a Velszi apuka, és ez előfordult egy párszor, nincs, igen, igen, többször. Ezek a küldött képben vannak, tehát nem nálunk van a hiba. Nem akarunk újra mutogatni senkire természetesen, de hát ez van. Na nézzük, itt egy 100 fölötti kiszálló. Megvan a tripla, 19. Igen, nagyon jól. Nem kapkodja el. Nem, mert 69 pontja van. Ugyanodat kéne tovább dobnia. Na, 45-re fog dobni. Igen. Hát 100 fölötti nincs, igen, de nagyon jó helyzetbe hozza magát. Nincs a másik. Az igen. 140, azért a terhet ráteszi Mansellre, de hát mondjuk Mansellnek ezt illene megoldani. Dupla 20-ra 3 nyíl. Dupla 10 szektort kell váltania. Az megoldja, azért ez egy jó játék volt így. 14 nyilas leg. Azért ez nem rossz, 107,36-os átlag. Mint a Kristóf Zsolt kollégánkat látnánk ott komolyan. A Puhára gondoltál? Igen. Hát most találkoztam, még vártunk az eredményünkre. Megzavar a maszk, szerintem, Laci.
hogy biztos mindjárt üzenni fog, hogy nem, nem, nem. Nyolcvat után 92-vel. Picit alá. Még mindig alatta. És nem találta meg a harmadikkal sem a tripla 20-at. Egyébként Nathan Espinelre nagyon sok válasz jön, meg Adrien Luizra is. Puha. Igen, most egy kicsi akadozásban vagyunk. Úgy tűnik, mintha az egyik kamera képével lennének itt problémák, mert azonnal egy közeli kamera képet kellett bevágni. Hát ez csak egy 41 Menceltől. Nem csinál a nadrágjába puha. Egyelőre még. Hát nem igazából puha. 93. Olyat ne is csináljon. Nézzük Menceltől. Na, mind a kettő jó. 140. Megint egy próbálkozás egy 100 fölötti kiszállóval. És ráadásul mind a kettő, egyik játékos egy tempós játékos, de hogy a visszamenetelük is olyan lassú, hogy, hogy egyszerűen nézzük mind a kettő épp, hogy vissza. Nézd, figyelj, oda is. Nem sietnek, figyelj. Ugyanezt csinálja egyébként Menzel is. Nem összekeverendő a Nigel Menzellel. Ó, de jó! Na, nézzük, ez igen, rekord kettő, lenne, ilyen magas kiszállót van. Még senki nem abszolvált. Nincs meg! Az eddigi legnagyobb kiszállót az amerikai Danny Lobby érte el, egy 148-as checkout. Ez eddig a rekord. Ó, de jó meccs volt az tegnap Ryan Searle-lel. Ami egyébként a szurkolóknál legjobban kicsapta a biztosítékot, az a Möllenkamp. Boris Klitsch már összecsapás volt, majd a szünet, valamikor beszéljünk róla egy kicsit, mert nagyon sokan el vannak. Nekem egy nagyon nagy csalódás volt, mint ahogy végig is az Boris Klitsch már, de ez már az én rossz véleményem. Megoldja a gyönyörű 16 nyilas, leg a 14 nyilas után. Na, most már tényleg puhának be kéne keményíteni, mert 2-0-ra vezet Menzel most. Sikerült brékelni is. Igen, eddig olyan, mint egy 6-7 B-ceruza. Hú, nagyon sokan írnak egyébként. Grinch fog győzni. Tudod, hogy ki a Grinch? Tudom. Nagyon nagy volt. Ez óriási. 85. Nagyon sok a szektor hibája egyébként. És azért azt tudni kell, hogy 100... 45. Most esik le 100 alá egyébként Mickey Menzelnek az átlaga. De puha 87-es átlagon van. Reméljük most egy kicsit följebb megy, hogy egy kicsit jó, szoros mérkőzést láthatsunk benne, hogy az legyen, hogy dobálják a 3-0-ákat. Te Szél Tamás. A szerkesztő kollégánk is megerősített, most Messengerben írja, hogy tényleg úgy néz ki, mint Kristóf Zsolt. A nézők nem ismerik Kristóf Zsoltot, de... De, mert volt már, látszódott már, csinált riportot a kézilabdán, nem? Kristóf Zsolt nem. Nem volt soha? Nem, ő más vonalon dolgozik, de teljesen ugyanolyan, úgyhogy... Jaj, tudom, igen, összekevertem, meg is nézem, hogy egyáltalán itt van az épületben, nem, tényleg igaz, valóban ő az... Teljesen összekevertem, jó, én nem tudtam, de tényleg... Igaz. Összekevertem a két Zsoltit. Egy 81. Van.
Alakulnak egyébként a tippek, úgyhogy nyugodtan várjuk természetesen. Itt. Jézusom! 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 játékosra érkezett tipp, hogy ő lesz majd a végső világbajnok. Jimmy Lewis-t is beleírták tegnapi nagy feltámadás és egy óriási játék után. Annyit elmond, hogy pillanatok a Peter Wright és Nathan Espinel vezet 5-5 voksal. Van Gerwennek 4 szavazata van, Van den Bergnek 3, és utána nagyon-nagyon sok játékosnak egy-egy. Például Gervin Price-nak is csak egy. Igen, ez meglepő. Úgyhogy várjuk továbbra is az ezzel kapcsolatos véleményeket. Szép csendesen csordogál ez a mérkőzés. Az én favoritomat nem is írták. Nézd már, megírták a Michael Smith-t. Ez 25-ös, nagyon jó, 90-e van tovább. Búra még, nem ő, oda megy. Dupla 15. Michael Smith-t írták. Írták? Egy szabadatot kapott eddig. Kettő van akkor, javítsd át, mert én is azt mondom. 100. Szép volt, hogy sima 15-ös lett a vége. Ó, kihagyja, 15-re jön Menzel. Kovács Norbert írta a Facebookra, hogy nem hiszi el, hogy ez sima meccs lesz az elején. Csak úgy néz ki, hogy most az lesz, mert majd puha bekeményít. És bedobja. Igen. Gyönyörű, így mennek el a szünetre. Simán lenullázza az első szedben puhát Menzel, és elvonulnak egy 3-0-val szünetre. És ugyanezt tesszük mi is. De talán már szavaztak sokan. De azt szoktad, mindig azt szoktad mondani, hogy a esélytelenekre mondod. A Van Gerwen nem esély, vagy Van den Berg nem esélytelen. Tudom, hát de szerint nem fosztom meg a világbajnoki címtől azzal, hogy fogadok rá, mert nem fogadok rá, de szerintem ő lesz. Na, hát az olyan. Mert akkor a sírját ásnám meg. Tehát ha valaki nem akarja, hogy a Van den Berg nyerjen, akkor menjen be is a Laci nevébe. Na, hát akkor jelen pillanatban 1-0. Egyébként te Zsolttal kapcsolatban Molnár Zsoltira gondoltál. Igen, véletlenül összekevertem, mert Zsolt ma van a születésnapja, úgyhogy Isten értesse sokáig boldog születésnapot. Elnézést kérek, hogy összekevertem őket. De tudom, hogy kiről van szó, igen. És igazad van. Nem túl jó kör. Nem ám. Jó, mondjuk már másik két Smith kiesett, úgyhogy most már tudjuk, hogy csak egy Smith van bent. Van. Igen. Hát a színvonal egyelőre nem az eget verdesi. Na, jött egy olyan hozzászólás, hogy nagyon szeretném, hogy Ryan Searle nyerjen. Ha ő nem, akkor Price. Ha ő se, akkor mindegy, csak ne Michael Fanger. 85. Azonos pontszámon mind a ketten. És azonos tempóba. Erre nem mondhatod, hogy jó iramú mérkőzés. Erre nem. De majd lesznek jó iramú mérkőzések. És a közelébe sincs a tripláknak. Na, ott egy tripla, de az ötösben. Az már jó helyen. Na, lesz 135. Van. Nagyon jó, igen, ez kellett már most egy picit, hogy lendületesebb legyen a játék. Okay.
vagy hármas. Mindig nincs tripla. Na végre a 19-esbe a harmadik nyíllal jön. Az már benne van a triplába kell. Most már le tud. 140. 40 kellett ez most, 41 a maradék. Puhának kéne valami jó kerekítést dobnia, eddig jó. De két tripla 20-assal még jobb lenne. Kiszállónak kiszállom már, de nagyon fönt ragad. Nagyon nem megy neki. Lehet, hogy jobban járt volna, ha hazament volna. De most nem megy neki. Csodás londoni időjárás. Hát de nem, de... És meg is van. Negyedik legegyenlő zsinórban. Látszódott a bejegyzésein, mert az utolsó pár napban már rengeteg ilyen családi képet rakott ki. Valószínűleg nagyon hiányzik neki a család. Mondjuk Új-Zélandból Londonba repülni azért nem egy leányálom. Na, ez az. Berelte magát, most igen. Puha. Még egy break hátrányt össze tudott szedni. Jött egy kérdés, hogy mennyire lenne motiváló, hogyha a játékosok hallanák azt a alaphangot. Vitázni fogunk, már ezzel vitázunk a Lajossal. Ő úgy gondolja, hogy nem hallják, mert van, aki azt írta ki, hogy nem hallják a PDC vezetésből. De ezeken az zárt versenyen én már voltam a World Cup of Darts-on, és a World Cup of Darts-on bent lehet hallani a hangot. Tehát bejátszák, a játékosok hallják, nem olyan hangerővel, mint ahogy a közönség csinálja, de hallják. Egyébként a közvetítés alatt is lehetett látni, hogy az effektet bejátszó elrontotta duplánál az effektet, azt írta, hogy benne van, és megzavarta a játékost is. Tegnap a játékos igen. Jobban szereti azt, hogy ha nincs is néző, de legalább az illúziója megvan. Tegnap ez volt az egyik fő probléma, ugye a fő probléma a Boris Kricsmár Müllen Cup mérkőzésen, ugye figyelmeztették is Boris Kricsmárt, mert hátul állandóan szöszmötölt a nyilaival. Egyébként azt tudni kell, hogy nagyon sok olyan játékos van, aki szöszmötöl a nyilával folyamatosan, hátul csörgeti a nyilat. Nem egy nagyon jó eset, főleg úgy, hogy azért azt tudni kell, hogy az rögtön ott áll. Tehát ha valakinek a szöszölését, neszelését és bármit ebben az állapotban hallani lehet a legjobban, az a mögötted lévő játékos. Tehát azért nem véletlenül. Egy kicsi zajt és közönségzajt azért játsszák be, és azért csinálnak, mert a kamerások, ott lehet majd látni, hogy egyszer csak oda jön egy kamerás oldalra, az ott megy, ha parkettás a hely, vagy akármi, akkor nyeszereghet, valamit lejtenek, akkor mindent lehetne teljesen hallani, az teljesen... És egyébként van olyan magyar játékos, hogy az amatőr közegben nincs ilyen szurkolás, meg nincs, és hogyha mindig van egy alapzene zaj, akkor a játékosok azt megszokják, és senki nem zavar, hogyha véletlenül valakinek egy kis zörgése van, vagy mocorgása van. Művelt itt Menszel. 135-re. 4-est akar dobni, de 13-as lett ennyi. Nem szeretném Puha és a Menszel rajongókat megbántani, de most nem szoktam ilyet mondani, de azért várjuk, hogy vége legyen ennek a mérkőzésnek, mert jó kis pörgős meccs lesz. 65-je marad. Ja, a következő az jó kis meccs lesz, hiszen Labanauskas azért öreg motoros, ismert jó játékos, ő játszik majd Liu ellen.
Bedobta közben. Most már kezd kínos lenni az új-zélandi számára, még nem nyert leget, az ellenfél már ötött egymás után. 93. Ugye eddig három nyila volt duplára. A Seres Bedének köszönhetően van itt egy újabb részeredmény. Van Gerwennek van 14 szavazata, Peter Wrightnak 13 szavazata, Vandenbergnek 10, Michael Smithnek már 9, Espinel van az 5. helyen 8 szavazattal, aztán Price a 6. 6 szavazattal, akárcsak Gary Anderson és Searle, és aztán José de Souza következik, valamint Adrian Lewis és Whitlock 3-3 szavazattal, még Bunting, Lim, Darrent, Lewis is kapott 2 szavazatot, Gurney és Fox is. Tehát jönnek azért szépen. 180 közben Max Jules van. Erre váltunk már, erre váltunk. Igen, megszületett az első. És egyébként nem szeretném befolyásolni a végeredményét majd ennek a szavazásnak, de sokan írják ki, hogy Michael Smith. Meg hát majd az lesz az érdekes, hogyha már látunk itt egy komplett listát, amikor lezárul mondjuk ez a szavazási lehetőség, akkor lesz érdemes összehasonlítani a fogadók által, fogadó irodák által majd ezt megnézzük, igen. Otszokkal, hogy stimmel-e. Hát szegény Pua, legalább egy leget hozzon már össze, de hát ez most nem az a leg lesz, úgy tűnik. Hát megint nem az a leg, igen. És aztán, hogyha már 2-0 is úgy megy el megint szünetre, valami nagyon nagy csodának kéne történnie. Dupla 20, be is dobja. Ez is most egy jó játék, csak az előző szett volt, és kínosan mosolyog magában Puha. Azért egy 11 nyilas leg, az nem egy olyan rossz leg. Így 93-as átlag lett, elmennek szünetre. Mi is így teszünk, aztán nem sokára folytatjuk a harmadik szettel. Na hát akkor itt van a program. Hát ez a mérkőzés, hogyha így folytatódik, akkor sima 3-0 lesz Menszeli a vára, és utána jön a Labanauskas-Liu meccs, és aztán George-Tien összecsapás. Ezek lesznek ugye azok a mérkőzések, amelyek a 64 közé jutásért zajlanak, és aztán lesz egy második körös mérkőzés is. Jimmy Hughes, illetve Adam Hunt játszanak majd egymással. Ugye Adam Hunt volt az, aki Lisa Ashtont verte meg. Ez egy nagyon jó meccsen. Közben kaptunk egy segítséget is Mark Luthertől, Luther Marktól, hogy Menszeli volt a 9.-11 nyilas ezen a világbajnokságon eddig. De valószínűleg egyben a leglassúbb 11 nyilas is lehetett ez. Óriási különbség van. Hát hatalmas. Nem egy világbajnokságra illő átlag Puháé. Sokkal, de sokkal jobb játékos ennél. 100. Szerintem sokkal inkább nagyobb probléma volt neki ez a családtól elzárás, mint a most az, hogy edzett vagy nem edzett. Még egy nyomorult pápba sem mehetett. Százas. Igen. Nem is tudom, egyetem volt már olyan mérkőzés, ahol úgy nyert valaki 3-0-ra, hogy az ellenfél egyetlen egy leget sem tudott nyerni. Bevallom őszintén, miután én nem láttam az összes mérkőzést, mert hol német, hol spanyol focit közvetítettem így. Én csak azt látom, hogy 3-1, 3-0, 3-2, hogy azon belül volt-e olyan, hogy valaki abszolút nem tudott nyerni leget. Nem volt olyan. Ha igazából, ugye ugyanezt, például ezt láttuk a Lions. Hát igen, voltak 3-0-ák, de azért leget mindenki nyert. Tehát olyan nem volt, hogy valaki ne nyert volna leget. Nem volt, most már.
Igen, te is megerősítetted, mások is megerősítették. De hát még persze de hát most ha csoda történet, meg azért puha összehozhat egyet, mert nem valószínű, hogy ez lesz majd az. Ez már biztos, hogy nem lesz az. 2:38 ragadt fönt, miközben Menzel duplára dobott eredményesen. Ja, egyik legszűkebb ilyen meccs az még a Steve West Amit Givitvala összecsapás volt. Givitvala összecsapás volt, ugye ott a második szetben egyetlen egy leget tudott nyerni. Na! Az indiai. 140. Van. És hát volt olyan is, ugye Peter Wright, Steve West, hogy Peter Wright 3-0-3-0-ra nyerte az első két szettet, és utána onnan nyerte 1-0-val, vagy 3-0-val a következő, 3-1-jel következőt Steve West. Tehát ilyenek voltak. De Glendaren Diego Portera is 3-0-3-0-val kezdődött, aztán 3-2 lett, azzal nyerte a harmadik szettet is. Glendaren. Portella nem brillírozott azon a mérkőzésen, és ez volt Darren szerencséje, mert számomra az a meccset speciál láttam, de hát óriási meglepetés lenne, hogyha ez a Darren a jellegi formájában ott lenne akár a döntőben. 133. Ezt se kell mondanod, hogy a jellegi formájában, csak annyit kellene mondanod, hogy fogadtam rá. És nem, de tényleg. Nem, tényleg látszódott rajta egyébként. És nem jó ilyen Darentet látni, amilyen. Ráadásul még ugye az a bizonyos nyíla, amit bedobott a tábla, és ott hagyta, és levonult. Na. 140. Oda néz, hogy megváltozott. De megváltozott a tempó, nem? Uh-huh. Egy picit fölgyorsul. Gyorsabb lett. Most már csak visszafelé gyorsabban kéne menni. Na, mire a vége a meccsnek, addigra megtalálják. 180! Megcsinálja, puha! Lesz. Visszaemlékezik-e majd erre a világbajnokságra, úgyhogy hát bizony nyertem egy leget. Búlra kell dobnia, és így lehet 15 nyilas. Nem, nincs meg neki. Szegény. Hú, mi játszódhat le a fejébe, hogy ennyit készültem, ennyi mindenről lemondtam. Bedobja! Ő megoldja. Kínos helyzet ez, és valóban, amit mondasz, azért ez borzalom, mert nyilvánvalóan nem az ágyába feküdt egész nap, és gondolkodott az, hogy majd jön a világbajnokság, hanem bőszen gyakorolt, készült. És 12 kísérletből 8-szor dobta be Mickey Menzel a duplát, tehát 8. És ez, hogy ez kezd? 67%-os teljesítmény. 180! Hát emlékezetes, itt teszi egy 9 kínossal. Igen komoly söprés lehet ennek a vége. Valaki azt írta, hogy Damon Hatter lesz, mert nagyon jó szorzó van rá a világbajnok, de azt kéri, te ne fogadj rá, hogy legyen esély. Milyen szorzó van rá? 2001. Jó. Hát egy 180-as után egy 60-as. Na, legalább egy 180 jön össze. Ó, nem megy, levált 19-esre. Ú, de nagy bajban van, látszik rajta. 137-es. Igen, látszik, hogy szinte végig szenvedi a mérkőzést. Igen. Új-zélandi. Százas.
100. Mickey Rukau 161. 161, ez még nem valószínű, hogy megcsinálja Menzel. Bravúr lenne a javából. Nem is lesz meg. És 178 puha, tehát ő még kiszállón sincs. Au. Nagyon-nagyon kemény lesz ez így. Aztán lenne egy hármas, na hát ez úgy nagyjából össze is foglalta ez a kör puha mai teljesítményét. 66, megvan a tripla 10, dupla 18-al. Még mindig dupla 18. Nem dobja be. És most bánhatja az Új-Zéland, hogy egy pocsék köre volt az előbb, mert ha összerakta volna a játékát legalább három nyíl erejéig, akkor most egy kellemes, kényelmes kiszállója lehetne. Most legalább jött a tripla. 94-60 maradt, de hát itt van három meccs nyíl Menzel előtt, igaz, hogy a páratlan duplára kell dobni. Szépen óvatosan közelíti, és be is dobja, és itt van vége a mérkőzésnek. 3-0, 3-0, 3-0, és összességében 3-0. Szegény puha. Menzel játszik tehát majd Ricky Evans ellen a következő körben. Akinek nem kellett olyan rettenetesen nagy és komoly teljesítmény nyújtania. Persze azért nem volt rossz, az a 90 fölüli, szerintem bőven 90 fölül zárt. Puha viszont nagyon-nagyon gyengén muzsikál. És ebből most meg is tudtuk, hogy a hozzátartozók ott vannak. Mert ugye elszaladt oldalra. Na tehát akkor egy meccsen túl vagyunk, nem is baj, hogy ezen túl vagyunk. Következik a Lavanauskas-Liu mérkőzés majd a szünet után.